Ellentétek vonzásában, akár ez is lehetne a jelszava a GVM Europe Vác-Kisvárda Mastergood SM mérkőzésnek, hiszen annyi mindenben különbözik ez a két együttes, mégis nagyon közel áll egymáshoz, mindössze 2 pontra a tabellán. A Váci csapat, amely eddig hazai pályán hibátlan volt ebben a bajnokságban, és nagyon meggyőző győzelmeket aratott, mind a Dunói Város, mind pedig a Békés Csaba ellen. Ezúttal ugyan hiányzókkal, Kucorával és Borjánnal, de nagyon nagy önbizalommal várhatja ezt a találkozót, és nagyon nagy lelkesedéssel készülhet egy igen nehéz hét elé nézve, hiszen a szerdai bajnok itt majd egy EHF kupa selejtező követi szombaton, ugyan itt Vácot, a Siófok együttese ellen. Íme Szilágyi Zoltán csapatának kerete, amelyben tehát két fontos hiányzó, de így is olyan játékosokkal teli a csapat, akik fiatalkoruk ellenére is nagyon sok mérkőzésen kimondottan meghatározó kulcsemberekként tudtak válni ebben az együttesben, és akkor a rutinos légiósokról nem is beszéltünk. A másik oldalon Vlatko Djonovic irányításával a bajnokságban még egyelőre veretlen Kisvárda a 4. helyről érkezik, de ebben is különbözik a két csapat, amíg a Váciak az egyik legnehezebb sorsolással kezdték a szezont, addig a kisvárdaiaknak igazán nagy rangadójuk nem is nagyon volt még eddig. Ez talán az eddigi legnehezebb mérkőzése a montenegrói mester csapatának. Djonovic januárban érkezett Kisvárdára, és rögtön az első találkozóján, ahogy bemutatkozott az NB1-ben, a Kisvárda gárdája le tudta győzni a Vác csapatát, hogy aztán alig több mint 2 héttel később itt Vácot is nyerjenek vendégként a szabolcsiak. Úgyhogy ebből a szempontból van mire támaszkodniuk. Igaz, a tavalyi Kisvárdából azért nagyon kevesen maradtak erre a szezonra. A bíró Ádám Kis Olivér kettős fújja majd a sípot ezen a mérkőzésen, a 6. forduló nyitó mérkőzésén. A KNH női ligában kék mezben játszik majd a bajnokság 4. helyén álló Kisvárda, amelynek kapujában a válogatott horvát Pásztor Bettina kezd. A Váciak egyese természetesen a brazil világbajnok Barbara Arenhart lesz majd. Ebben a pillanatban el is indul akkor a játék. Orbán a válogatottba visszakerülő szélső kezd a jobb oldalon. A vendégeknél Dragut a jobb átlövő, Radojevic irányít. Ballövőbe Hakunova, az orosz-magyar kettős állampolgárságú átlövő játszik, és Avdekova a túloldalon a szélen, középi beálló poszton pedig Vesna Milanovic Litre. Orbán rögtön eltalálja Arenhartot, aztán pedig a kapufáról vágódik mellé a labda. A Váciaknak sikerült kivénekezni az első akciót. Litre próbált ismételni az összeszedett kipattanóval, de neki sem volt szerencséje. Közben már megvan Horváth Pásztor első védése is. Ő de Szúza kísérletét hárította. És az első sárgalap a találkozón Elembai Fanni kapja. Angolai Gujálót egyelőre védekezésre cserélik a vendégek, akik nem véletlenül a remek védekezésükre alapoznak, hiszen elképesztő stabil, masszív és szigorú védekezés jellemzi a csapatot, Orbán pedig megszerzi a mérkőzés első gólját, egy remek húzást követően. Ő az egyetlen született magyar játékos, aki szerzett már gólt a Kisvárda színeiben ebben a bajnokságban, ez volt a 10. találata. Az eddigi legjobb mérkőzésén az előző fordulóban a hazai Dunói Város elleni győzelem során szerzett 5 gól volt. A válogatottban a montenegróiak elleni első, a győztes meccsen kapott szerepet, és szerzett ott 3 gólt visszatérése alkalmával, nem is rosszul játsza, sőt, kint a jó játszva. Jovetic harcol ki szabaddobást, Kácsor Gréta irányítja a Váci együttest, Hámori van bal átlövőben, Szabó Kitti jobb átlövőben a hazaiaknál. Újabb szabálytalanság, itt is villan a sárga. Ezt most az angolai Gujáló kapja. Természetesen Radoszevjevic és Jovetic a két szélen. A középütt pedig Helembai támadásban is a kezdőcsapatban. Kácsor lövi az első hazai gólt a találkozón, talán Kucora
hiányában rá még nagyobb teher nehezedhet, holott eddig is ragyogóan játszott. Jó néhány fontos mérkőzésen remek teljesítményt nyújtott a bajnokságban. A Siófok elleni bravúr során például ez a két fiatal utánpótlás válogatott játékos, Kácsor és Kucora 7, illetve 6 gólt szerzett a 29-28-as győzelem során. Dragut kapja a labdát, és éppen Kácsort emelné át. Jó, a kilépő megállító falt, hámorító. Dragut. Elemenést fújnak a játékvezetők, hiába lő utána a román játékos a kapuba. De Souza. Elembai. De Souza tovább. Nem tud még igazán rendeződni a vendégvédelem. De labdát szereznek remek megoldással. A kékmezesek és Orbán mehet végig. Kapu mellé lő. Egészen váratlan hiba. 32 esztendős szélsőtől. Egyszerű volt, hogy belenyúlt itt Hakunova a paszba. Nem sikerült kihasználni a lehetőséget. Szabó. Radoszavjevic. Jovetićhez le a szélre. Nekova ragadta meg. Nem véletlen, hogy a kisvárdai együttes védekezésére épít a mester Vlatko Gyonovic, ugyanis hosszú éveken keresztül dolgozott Dragan Andjić mellett a montenegrói válogatottnál, a Buducnost Podgoricánál, és amolyan amerikai futball mintára főleg a védekezésért volt felelős, mondhatni védő koordinátor volt, már pedig azoknak a montenegrói csapatoknak összetörően félelmetes volt a védekezése, a keménysége. Hát ez is egy elég kemény szabálytalanság. Most Litre és Gulyáló közös erővel viszik a földre a betörő hámorít, jöhet a mérkőzés első 7 méterese. De Souza. Ő igazi specialistája a heteseknek ebben a bajnokságban. 21-ből már 18-at lövi be. Ez majdnem 90%-os teljesítmény. Gólyainak nagy többségét 7 méteresekből szerzi a brazil. Üres kapuval támadnak a kiállítás miatt a kisvárdaiak. Gulyáló kapta a meccs első 2 percét. Dragut középre. Próbálta kiharcolni egy belemenést a váci védők. Arenhard! Visszajött már a kapus, azonnal felnézett. Az üres kapus, egész pályás gólok nagymestere, a brazil kapus. De most jó ütemben visszacserélte Horváth Pásztort a kisvárda. Ez is Sárga Abdekova. A várt igen-igen kemény fellépés védekezésben a vendégektől. Itt hámorit szedték a levegőből. Itt van Arenhard bravúrja. Most már ahogy nyúlt a labdáért lehetett látni, hogy néz előre, üresen még a másik kapu. De már ott volt benne Horváth Pásztor Bettina. A montenegróiak elleni másik mérkőzésen a vesztes találkozó játszott Győrben a válogatott felkészülés során. Rasmussen számol vele. Szabó Kitti is számolt vele olyan értelemben, hogy nem tudta lőni mellette a labdát. Szép testcsel után befelé mozdulva. Lehet a másik, akire Kucora hiányában több játékidő és nagyobb felelősség várhat a mai mérkőzésen. Dragut. Makunova. Szassa Radojevicben most a kisvárdaiaknál. Dragut lövi a gólt. 3-0-ás váci sorozatot kellett megállítani. Román átlövő találatával sikerült.
nagy utazók közé, a játékosok közé tartozik a légiós kontingensből is, akik nem az új szezonra érkeztek, belőlük van kevesebb. Összesen 13 új játékos szerződtetett a Kisvárda erre az idényre, ezek közül 11 légiós. Érdeklődtem Gyanovics mestertől, hogy milyen nyelv uralkodik az öltözőben. Azt mondta, hogy elég vegyes a kép, mert a legtöbben beszélnek angolul, ugyanakkor van, akiknek tolmácsra van szüksége. Szépból, betörésből Szabó megint. 4-2 már a hazaiak javára. Nagyon lendületesen kezdi Szabó Kitti a mérkőzést. A Neka csapatától érkezett Vácra. Arenhárt újabb védése. Kácsor. Leszették a levegőből. Védekezésben bent Andrea Klikovács, a montenegrói válogatott játékosa a kisvárdaiaknál. Ámori. Végig ment. És a gól mellé még egy sárga is kiár. Litre kapja. Ezzel kigyűltek a kisvárdai sárgalapok. 10 perc sem tért még el a mérkőzésből, és már kiharcolt 7-est, kiharcolt 2 percet és 3 sárgát a Vác. Nagyon agresszívan játszanak Ámoriék. Sok mozgással, sok betöréssel. Sok bátor vállalkozással. Dragut tovább. Gujalo. Az sem csúnya. Az angolai válogatott játékos, aki olimpiákat, világbajnokságokat járt már meg nemzeti csapatával. Például csak portugálul ért. Szerencse, hogy Morena személyében van egy brazil Kisvárda csapatában, aki tud neki tolmácsolni. Van olyan játékos, aki csak a szláv nyelvet. A mester szerbiét érti meg. Szóval nem egyszerű a történet. Még egy taktikai értekezletek. Gulyáló teszi tovább a labdát, nincs belemenés, van viszont kisvárdai gól. Litre a szerzője. Tüntet a hazai közönség. Ezt a szituációt látták szabálytalannak a szurkolók. Lehet, hogy van is benne valami. Kácsor terült el a földön. Szponzorának reklámarca lett egy acélfeldolgozó cégnek, Kácsor Gréta, azzal a szlogennel, hogy keményebb, mint az acél. Itt most nem feltétlenül ezt láttuk az előbb. Gulyálót viszont másodszor is kiküldik. Megint ember előnnek a Váci csapat, a nyakát ragadta meg Ámorinak. Szabó. Ámori megy be. Nagyon elegáns befejezés. Jó előkészítések, gyors mozgások után remekül lépnek be a betörő Váci játékosok a folyosóba. Ebből lesz a sok szabálytalanság és jó néhány gól is. Radojevic. Arenhárt egy bravúrral védte a lövést, és üres a kapu, Arenhárt jócskán kapu mellé. Húha, nem is véletlen, hogy ekkorát fújtott tőle, teljesen szokatlan, hogy ennyire elhibázza a célt. Kakunova zicserét védi, aztán azonnal lövi, tehát ez legalább egy 7-8 méterrel menne mellé. Litre lépett fel. Hakunova megint. Ez most kapu fölé.
azt azért megoldja a Kisvárda, hogy gyors indítás gólokat ne tudjon lőni a Vác. Szép labdajáratás, Szabó! Gyönyörű játék! Csodálatosan megtervezett akció. Kácsor, Hámori, Szabó a labda útja, villámgyors passzok. Jó mozgás. Szépen kihasználva az ember előnyt. Visszaáll az eddigi legnagyobb három gólos különbség. Klikovác most támadásban is pályán, jobb átlövő posztot. Radojevic. Makunova tovább. Klikovác. Makunova becsempészné középre. Ezek szerint nem ért lábat a labdalitre, hiába reklamál. Jó indítás Árenhártól. Helembai. Most a vendégek reklamálnak belemenést. De ugyanúgy néma maradt a sík. Szabó. Helembai. Litre fogja meg. Babaszagjevics. Kácsor. Nagyon nehéz szög. Nem is tudta kihasználni a helyzetet, Jovetic. Veterán horvát szélső, a Vácsiak egyik legeredményesebb játékosa, de nagyon szépen eloszlanak a gólok a piros mezeseknél. Az eddigi öt fordulóban négy játékos is legalább 20 gólt lőtt. Vagyis mérkőzésenként négyes átlag fölött. Hámori, lőni kell már. Kácsor kap még egy paszt. Már nem biztos, hogy belefér. Radoszavjevics fordul. Szabad dobás. Egy passzuk van a Váciaknak, jelzik a játékvezetők, akik már jó ideje feltették a kezüket. Kácsornak lőnie kell. Ő is! Nem is akár hogyan, egy szép gólt. 8-4 ezzel a hazaiak javára, ezért nem fogja megdícsérni Gyonovics mester a csapatát, pontosan tudták, hogy egy feladás után lövés következik, és mégis gólt kaptak belőle. A vendégek természetesen Gyonovics kért időt. One against one, six times, six goals. And now, they have only one pass, where is block, and I show block. Come on girls, we need to think a little. Morena against her. Action. Mary. Mary. In attack. Morena in attack. Action three. Okay. Defense, girls. Defense. A férfi kézilabda KNTH ligában is pörögnek az események. Szombat délután például Balatonfüred-Gyöngyös találkozót közvetítünk. Figyeljenek ránk akkor is. Hallhattuk Gyonovics időkérésénél, hogy hol van a védekezésünk. Fél tucatszor veltek meg minket egy-egyben, és most, hogy egy passzuk van, nincs blokk. Elég dekoncentráltnak tűnik egyelőre a vendég együttes a nagy erősségét a védekezést illetően. Cseréltek is a vendégek. Moréná érkezett, aki az előző meccset Dunajváros ellen itt kihagyta. Kisebb térsérülése miatt, de ma már rendben. Orbán. Szép gól. Nem volt sok hely ellőni ezt a labdát. Pontosan sikerült Orbán Adriennek. Ugye nem teljesen egyenes a tabella, vannak csapatok, amelyek többet, mások kevesebb meccset játszottak eddig. Mégis azért arra érdemes felfigyelni, hogy a Kisvárda kapta a legkevesebb gólt eddig a bajnokságban. Még a Váci együttesnél több gólt, csak a két BL nagyágyú, a Győri és a Fradi szerzett. És ez nagyjából a tavalyi szezonra is így volt igaz, tehát abszolút eltérő
szisztémával, eltérő erősségekre építve dolgoznak ezek a csapatok. Ez is jellemzi, hogy ez egy ellentétes társaságok találkozója ez a mai. Na meg természetesen a klub filozófia. A sok légiós kontra magyar fiatalok alkalmazása közötti különbség. Nem sikerül a bejátszás, Orbán futott be második beállónak. Jó is volt a szándék, hogy őt megkeressék labdával, de pontatlan a passz. De Souza, Hámori még tovább, ott a helyzet, nincs bent. Jovetić hagyja ki ezt is. Nem jellemző a 34 éves horvát szélsőre, hogy ilyen sokat hibázzon. Nem kezd jól ezt a találkozót, Klikovac is kidobja a pályáról. Kicsit volt kontra érkezett a mérkőzés 8-5-nél. Fontos lehet a következő gól. Beszóza harcol ki szabad dobást, és megy is a helyére a padra, hogy támadásban Szabó jöhessen. Radoszavjevic kér cserét, és a bokáját fájlalja. Úgy kell levetkőzni a gyorsan Szondi Zsófiának, hogy legyen valaki a Vác bal szélén is. Mintha még nem lenne elég problémája a váci csapatnak az eddigi sérültekkel, lehet, hogy itt egy újabb. Hámori. Kácsor. Araújo, vagyis Moréna rontott ki rá. Szabó. Hámori, két embert így beborít, hetes. És egy 2 perc, Rebicsova megy ki. Már a harmadik kisvárdai kiállítás. A mezénél Konka rángatja, és tépi le a levegőből Hámorit. Erre a hetesre a lengyel válogatott Kordobiecka érkezik. De Souza. Gond nélkül belövi a második hetesét is a brazil. Ezzel 9-5, megint 4 gól a különbség. Moréna lép fel. Gujeló. Klikovac. Alulról Gujeló. Óriási gólt lő. A fölső lét segítségével. Elképesztő nagy találat. Erembai hóna alatt. Navdekova bent. Araújo mellett védekezésben. De Souza most bennmaradt támadásban is ember előnyben. Megvan az első Jovetić gól. Nagy a váci öröm. A piroskék párducok nevezetű szurkolói társaságnál két hiba után Jovetić is betalál. És 18 és fél, 19 perc alatt eljut 10 gólig a Vác. Egyelőre, ha a meccs tempóját, a góltermelés tempóját nézzük, akkor inkább a Vácia kedve szerint alakul a találkozó. Arenhart, de ez is hetes. De meg bejátszás volt a leváló Morénának. És lesz egy 2 perces kiállítás is. Elembai megy ki. Radojevic. Megvan az első kisvárdai hetes gól is. Érdekes, hogy nem az első számú hetes lövő, hanem a Benko lőtte, aki eddig a hetesek zömét magára vállalta ebben a bajnokságban, elég jó arányban kihasználva azokat. Thank you.
Tácsot. Szabó. Most viszi le csak kapusát a Vác. Ámori. Hú, az is két perc lesz. Avdekova karjaiba akad bele Hámori, megint a nyakánál fogva. Rendkívül jól játsza meg ezeket az egy-egyeket, és harcolja ki a kiállításokat. Hámori Consuela. Nem sokáig tartott a kisvárdaiak emberelőnye. Kétszer volt bronzérmes az NB1-ben a Váci közönség kedvenc csapata. Utoljára azonban ez elég régen, 2012-ben sikerült a társaságnak. Szabaránszki. Ő is pályára került a Helenbai kiállítása miatt támadásban, bent a beálló poszton, és rutinosan mutatja magát, ki is használja a lehetőséget. Szamoránszki Piroska. 11-7. Nem nagyon tud ettől a 3-4 góltól közelebb kerülni a Kisvárda. Amely most leviszi a kapusát. Létszám fölényben 6-5 ellen támadhat. Bujaló. Tovább teszi Klikovács. Jó akció volt. Jonovics, aki annak idején játékosként kapus volt. Nem véletlen, hogy a védekezésre alapoz mindig minden csapatánál. Segédedzőként ott volt az olimpiai ezüstérmes Európa-bajnok montenegrói válogatott kispadján is 6 éve. És a Budućnost bajnokok ligája győzelme is van. Szép védés. Novetic helyzete marad megint ki. Kordogiecka hárított. Itt látjuk Berekával. Úgyhogy most megint 2 gólra zárkózhat fel a vendégcsapat. Mikovács. Folyosót lát, nem tud bemenni rajta Orbán. Hakunova, Bujaló, Helenbai védekezik jól. Ámori ragadja meg az angolait. Próbált a falt után is tovább tenni a labdát, tovább játszani az akciót. Hakunova. Benne játékvezetők keze. Gojalo. Befér. Arenhart jól érezte a lövést. Volt benne kakaó. Bevitte a kezét. 11-9. Sikerül most felzárkózni 2 gólra. Várdaiaknak. Diószegi Nikolett érkezik a hazai csapat jobb szélére, és visszatért Radoszláv Jevics is némi bokaápolást követően. Ámori. Kácsor. Helenbai mezét tépi, Kácsor eladja a labdát. Helenbai elkövetett egy taktikai szabálytalanságot, hogy vissza tudjon rendeződni a Vác. Nincs lépéshiba. Milosevic érkezik a kisvárdaiak bal szélére. Orbán. Szép forgatások után Klikovács, egy nagy labda és egy szép gól. Gulyáló játszotta be Morénának.
11-10, egy 3-0-ás sorozatot produkál a kékemezes együttes, és ki is kéri az idejét. Szilágyi Zoltán is. Figyelj, Fanni, menjen át a másik oldalra, 2-3-as közé, oké? És akkor úgy csináljuk a szimákat, hogy ott a Fanni kifelé mozog, tehát 2-es, és akkor itt megint hozzuk be középre, és ott próbálunk kifelé húzásokat. Egyik oldal, másik, nyugodtan elő lehet venni az 1-es átfutót, abból nézzük meg, hogy mennyire lépnek ott föl, mert egyszer-kétszer közbe kéne lőni, mert nagyon benn vannak már hátul. Ugye védekezésben, látod, hogy csinálják a hosszú tuti bejátszást, kerüld állandóan a beálló. Ne, a kettesek segítsenek már a keresztmozgásoknál följebb, egy kicsit, hogy ne kelljen a Karolnak túl segíteni, jó? Na gyerünk be! Valóban elsősorban betörésekből volt eredményes a váci csapat. Egy kicsit visszább húzódva a kisvárdaiak védekezése. Azt engedi most Kácsorégnek, hogy távolabbról lőjenek. Eddig elég kevés átlövés gólt láttunk. Kucora hiányában nehezebb is ez a dolog. Meg a másik hiányzó, Marián is elég nagy lövőnek számít. Talán Kácsor Grétának lehetne átlövéseket vállalnia. Hámori. Szabó. Hámori. Szép. Közelebb vitte. A védők füle mellett bevágta a labdát a kapuban. Időkérés után mindig fontos, hogy hogy sikerül a következő akció. Ez most a váciaknak. Pipa. Benko először a pályán. Klikovac. Érkezett Milosevic a féle befutó szélsőként, remekül védekezett vele szemben Diószegi. Időben ismerte fel a veszélyt és állt elé. Klikovac. Ujjáló nagy lendülettel le a szélre. Benko. Jobb szélről jobb kézzel. Gyönyörűen oldotta meg a horvát. Mikovács magával vitt egy védőt, és azzal csinált helyet Aneta Benkónak. Ő is góllal száll be a meccsbe. Radoszavjevic. Kácsor, kellenek bizony az átlövések. Ahogy az önkérésnél is elhangzott. Klikovac. Nakumova. Bojáló. Amikor ő lendületbe jön, egy viszonylag alacsony súlypontú játékos, elég masszív testfelépítéssel, igen nehéz megállítani. Hámorinak 2 perc. Második váci kiállítás. Még gond lehet a dologban, hogy De Souza keze fáj. Ő tolta ugye Gujálót szinte bele a Hámoriba. És most a csuklóját fájlalja, úgyhogy felsen olyan emelte a jobb kezét azóta. Kácsor vetődik a labdára. De ott volt Klikovac is. Gujáló. Ezt el egyénies kette. A szélen ott volt egy teljesen tiszta zicser lehetősége. Eljött. Belevágta a védőbe, aki meg is sérül. Kíméletlen egy lövés volt, pláne olyan közelről. Vagy combtőnél, vagy alhasnál talált el De Souzát. Aki most ezekben a pillanatokban több sebből vérzik. Ganovics csapata szépen visszakapaszkodott ebbe a mérkőzésbe. De Souza helyére Elembai jön vissza. Gujáló. A szélre.
Arenhard. Fantasztikusan repült ki a kapujából. Szinte nyakon csípte Miloševićet, annyira közel került hozzá. Még lábbal el is találta, hogy tornázott a brazil klasszis. Természetesen nem volt szándékos. Kácsor. Szamoránszki csinálná neki a helyet egy lövéshez. Szabad dobás. 3,5 perc. Elég változatos. Időnként kimondottan látványos, de végig nagyon küzdelmes első fél időből. Diószegi. Kácsor. Szabó. Passzív. Kácsor még tovább. Löktek rajta. Megkapja a fújást. 3 passzuk marad még a váciaknak. Szamoránszki, Kácsor és a lövés. Megint véd Kordovieckát. Ezzel együtt jó volt ez a hosszú váci támadás, így hamarosan kiegészülhet a házigazda. Arenhardtról a kapufára, és bent volt a labda, hiába nyúl érte a brazil kapus. Fájdalmas gólt szerzett Hakunová. Nézzük csak. Ott valóban túljutott a gólvonalon. Ez pedig Kordovieczka védése. 13-12, szinte most már gólkényszerben a Vác gárdája. Amori. Bejátsza. Nagy védés, Kordovieczka. Helembai sem tud túljárni az eszén. Klikovac. És lendületből jönnek a vendégek. Arenhard, ismétlés, gól! Moreno szedte össze. Kiegyenlít a Kisvárda, amely 1-0-ás vezetése, illetve 1-1 óta folyton hátrányban. A kapus cserével és a védelem felkeményedésével meg tudta fordítani a meccs képét a kisvárdai együttes. Jól sikerültek a cserék, nagyon összeállt hátul a csapat. A Váci együttes pedig már nem először hullámvölgyben ebben a félidőben. Amori, Kácsor, leszedte Klikovác a levegőből. Szabó, Rebicsková. Van most gondjuk ott középütt a Váciaknak a fallal. Nagyon kemény, fizikális, magas, hosszú játékosok alkotják a Kisvárda védelmét. Kácsornak kellett lőni. Blokkról mellé. Megint már a játékvezetők keze. Kácsor. Ezt is védi Kordovieczka. Mindjárt fél időt egy jó támadással a vendégek fejezhetik be. Moreno mutatja magát, meg is kapja, de nem tudja belőni. Marad a 13-13, és még van néhány másodperc. Helembai. Nagyon csúnya szabálytalanság, ketten fekszenek rá. A játékvezetők megtárgyalják, hogy mi legyen belőle. 2 perc végül Benkónak. Hátulról rángatja le. Viszonylag az a kérdés merült fel, hogy elég-e a 2 perc ebben az esetben. 7 másodperc marad még hátra a félidőből. Vajon lesz-e előny Váci oldalon? De Szúza vissza, Szabó, Amori megy be, és a szél, Diószegi. Lesz előny. Csodálatos támadással zárta az első félidőt a Váci együttes.
ezzel együtt, ahogy 4 gólos hátrányból egy betonkemény védekezéssel visszaküzdötte magát ebbe a meccsbe a Kisvárda. Az is megér egy pár szót, egy véleménynyilvánítást, hogy abszolút nyitva a találkozó a második félidőt megelőzően. 14-13, 1 gólos váci vezetés. Értékelik. 14-13-as hazai vezetés tehát a Vác-Kisvárda mérkőzésen az első félidőt követően. Nem kis fordulatokat tartogatott ez az egy félidő is. A vendégeknek volt 3-0-ás, 4-0-ás sorozatok, és a Vácnak is volt remek sorozata. És aztán végül egy utolsó másodperces gól kellett ahhoz, hogy a korábban 4 gólos előnyből egyáltalán egy is maradjon a szünetre Szilágyi Zoltán csapatának számára. Elég régen, 2017 áprilisában sikerült a Vácnak utoljára legyőzni a Kisvárda együttesét bajnokin. Akkor hazai pályán 37-26-ra, tehát nagyon simán nyertek az akkor még újonc ellen a váciak. Ez most nem lesz ilyen sima találkozó, az egyszer bizonyos. Akár egy egészen kiélezett végjátékra is fel lehetünk készülve. Nagyon-nagyon kemény volt az első félidő, ugye volt itt szó a sok faltról, a hetesekről, nem kevesen, mint 7 kiállítás az első játékrész során, ebből 5-öt a kisvárdaiak szedtek össze, úgyhogy azért a rájuk jellemző bődületesen kemény védekezés ezúttal is meghozta a maga gyümölcsét az ő szempontjukból, és valószínű azért, hogyha ilyen szoros marad a találkozó, akkor nem lesz ez más módon a folytatásban sem. A Váci együttes kezdheti a második játékrészt a valóban az első félidőben nagyon sokat pályán lévő Kácsorral, Hámorival, Szabóval középütt, akik talán kifújhatták kicsit magukat. Helenbai benne a falba, a 2 légiós a szélen, és Hámori betörése után kimarad az első helyzet. Természetesen a meccsbe fordulatot hozó Kordovjecka benn maradt a vendégek kapujába, Hámori pedig visszaszerezte szépen a labdát Radoszavjevic helyzetben. Kordovjecka! Na jól véd a lengyel, 30% volt a Kisvárda kapus teljesítménye az első fél időben, de azt gondolom, hogy a 2 kapus közül ő az, aki sokkal jobb teljesítmény nyújtott, ő valószínűleg 40 fölött. A válogatott szünetben is jó meccsei voltak, amikor a lengyel válogatott Dániában járt egy tornán, és a franciák mögött a második helyet kaparintotta meg. Minden mérkőzésen egy fél időt kapott. Klikovács. Így hát a kisvárdai, aki az első gól fordulás után, Radojevic. És az üres kapuba. Helenbai a felező vonaltól. Remek helyzetfelismerés. Magasan ívelt, nehezen elérhető labdával eredményes a váci csapat. Moreno. Klikovács emelné át az ellenfelet, hoppá! Egy rossz passz, és megint meg lehet próbálni az üres kaput. Az is bent van! Radoszavjevic! Azért veszélyes, amikor egy csapat ember hátrányban játszva leviszi a kapusát, és támadásban elszórja a labdát, mert az gyakorlatilag azonnali büntetéssel jár. Két üres kapus Váci találattal, 16-14. És ahogy kiegészül a Kisvárda, Gulyáló már is érkezik. Hakunová. Napdekova a szélről indul be. Meg is kapja a labdát. Kemény birkózás. Szabó tartott a féken. Helenbait veri meg, Arenhardt! Telefonják a játékvezetők. Hát, első ránézésre, meg második ránézésre is elég
könnyű síppal megítélt 7 méteres ez. Radojevic bent van. Második hetes gólja. És a második gólja a nagyszület óta. Szabó. Diószegi. Ő marad bent az első fél időt záró nagyszerű gólja után a váciak jobb szélén. Pámori! Megint úgy lépett a középütt a résbe, jó előkészítés után az első fél idő elején. Belemenés a túloldalon. Már nem kaphatja el az indítást. De Szúzá. Hófi társa szedte le. Jaj, Kácsor. Másodszor fordul elő a második fél idő, hogy egy nem figyelő játékos kap labdát. Kácsor. Szabónak. Hámori. Ott most nem igazán volt út. Törölni kell viszont. Vissza kettes védő posztra. Zsonovics csapatánál. És megint fenn a játékvezető keze. Kácson. Megtámasztották a lövés pillanatában, épp az imént lejövő Litre lépett ki rá. Kácsor, még egy lövés, könnyedén. Podovjecká. Akunova. Gujaló. Radojevic. Szabó szorította kifelé. Orbán egy befutással elvitte a védőjét, és így helyet csinált az átlövőnek, hogy kifelé egy-egyezzen. De lábon ott volt előtte Szabó is szépen. Gujaló dobja ki. Egy újabb technikai hiba, egy újabb eladott labda a vendégektől. De Szúzán. Hámori. Megragadják. Jó szegény. Most nem ment be. Hámori. De Szúza megint. Betenné középre. Helembai. Csak a 9-esről jöhet a Vác csapata. Bár Radojevic biztos, hogy nem volt kívül. Kácsor. Hámori, kapu mellé. Orbán tudja még megmenteni. Kunován. Most lehet rendezni a sorokat. És cserélni akár. Ez még a kisvárdaiaknak eddig nem sikerült. Második fél időben 7 perc alatt mindössze 3, illetve 2 gól. Lelassulni látszik a mérkőzés, a góltermelés. Hakunová, ő most lő egyet. Öt lövés, 2 gól.
nem mai. Kácsor. Szabó. Szabad dobás. Hámori. Szépen veri meg az ember. Kordaviecka. De hetes és még 2 perc is. Szó nélkül megy kifele Avdekova. De Souza megint. Bent van ez is. Volt olyan meccse tavaly az érd elleni idegenbeli bravúr győzelem során a brazilnak, amikor 10-ből 10 hetest vágott a kapuba. 7 méteres még a mai napon sem hibázott. Újra 2 gólos váci vezetés. És megint üres kapuval a Kisvárda, ezzel ugye a második félidő elején megjárták. Radojevic létre egy pillanatra elszalad, de nem kaphatta a labdát. Radojevic teszi be, és bent van egy gyönyörű szép cunderrel Morena. Elperdítette amfitársa Arenhart lába mellett. Kácsor. Hámori le a szélre. Gyönyörű szép finom ejtés. Diószegyi. Ragyogóan száll be a mérkőzésbe a szélső. Jovetic ugye nem remekelt a jobb szélen a találkozó elején. Diószegyi két vállalása is jól sült el, az egyik ráadásul az időszorításában. Az első félidő utolsó mozzanataként. Litre. Megint a két beállós játék a kisvárdaiaknál. Gujaló megy befelé. És állítatja ki Helenbait. Na, hogy Kácsort vagy Hámorit. Nehéz az ilyen egyegyezéseknél megtartani, hogy ez Gujalóra is igaz. Suba jön be a hetesre. És leül Radojevic. Nagyon nagy volt a második lövőcsel. Arra ült le teljes mértékben Subasára. Radojevic 5-4 tart. Tapad a Kisvárda, de az csak egyszer, 13-13-nál engedte a Vác, hogy utolérje az ellenfél. Kácsor. Hámori. Az is hetes. Belül védekezés miatt. Ott lép be Radojevic. De Souza mellé. Ezt most elhibázza. Mindegy 30 góljából a bajnokságból 20-at a 7 méteres vonalról szerzett. De ma nem lesz 100%-os. És 7-6 elleni játék. Megint csak a vendég oldalon. Két beálló. Nakumová. Nagyon rossz labda Litrének. Óriási
helyeket tudtak ezzel pedig teremteni a kisvárdaiak, de nem használják ki a helyzetet. Most egy hosszabb akció következik. Vác játékosai nagyon nézik már az órát, hogy mikor tudnak kiegészülni. Ez mindjárt megtörténik. Kácsor megy föl. Hordaviecka. Radojevic. Rebicsova. A támadásban talán először fenn a pályán. Meccsen Orbán. És Árenhár. Óriási védés. Hámori a túloldalon. Ez a védés most kettőt ért. Ahelyett, hogy egyenlített volna a kisvárda Orbán helyzetével az ellentámadásból. Tulajdonképpen még rendezetlen védelemmel szemben Hámori használja ki a lehetőséget, és kettővel vezet a Vác. Nagyon nem volt mindegy, hogy most 19-19 vagy 20-18. Bujaló. Moreno. Radojevic. Orbán befut. Radojevic. Nagyon nagyot lábmunkáztak a váciak, különösen Kácsor volt az, aki rengetegszer föllépett, oldalazott, és végül el tudott helyezni egy faltot. Fönn a kéz. Nakumová bebújt. Szamoránszki mellett, kettes mellett kifelé. Aztán viszont nem marad a hatoson belül. Fájdalmas arccal fut vissza. Tiószegi. Szamoránszki megy arrébb, hogy helyet csináljon. Kácsor alulról. Kipattanó Radoszavjevics, gól! Ezzel most azért volt egy kis szerencséje a Vác csapatának. Radoszavjevics oldalán Orbán talán már, ahogy látta a védést, meg is indult előre, így ott hagyta a szerb szélsőt. Végül könnyű gól lett belőle. Bujaló. Radojevic. Moréna bent van. Kácsornak nem nagyon volt esélye vele szemben. Itt lehet látni, hogy megy az egyben a hatosvonalán. Ez a méretkülönbség. Ez perdöntő. Brazil beálló is jól játszik, 5 lövés, 4 gól. Masszív védő teljesítmény még mellé. De Souza. Kácsor kapott pihenőt. Szabó. Lépéshiba. És akkor, amikor éppen megkezdődött a mérkőzés utolsó negyed órája, a kisvárda utolérheti ellenfelét. Ott van Moréna középütt, Árenhár! Ez valami elképesztő. Elfeledkeznek a brazil beállóról középen a váci védők. De Barbara Árenhár szenzációsan nagyot lép. 34% 10 védéssel. És ez a védés, ez akár fordulópont is lehet, de minimum egy olyan védés, ami megakadályozott egy fordulópontot, mert ha kiegyenlít itt a kisvárda, akkor abból ki tudja, mi lesz. Szabó. De Souza. Jó blokk, és lehet menni. Navdekova. Végig megy egyedül, és ezt már Árenhár sem védheti. 21-21, kiegyenlít a kisvárdai együttes, és Szilágyi Zoltán időt kér.
Elkapkodott támadásnak. Ez lett az a lényeg. Csináljunk egy olyat, hogy menjen a Gréti ballövő, Kitty irányító. Csináljunk egy Veszprémet. Jó volt nagyon az, hogy a Piriot kimozgott, ott megvolt, csak össze elejtettük ott a labdát. Nézzük meg ezt még egyszer. Jó, sima Veszprém, és mozogjon kifelé. Ha nem sikerül, akkor menjen végig ott a húzás. Amit szeretnék még kérni, kimegyünk 5-1-re, Gréti lesz a zavaró, jó? 5-1, jó? És annyit, csak annyi, hogy nagyobb előkészülettel vállaljuk bele a lövéseket, ennyi. Hogy jobban mozgassuk meg, ha nagyon tömörödött, akkor az kifelé húzás, és menjenek le szélre, akkor a labdák ne középen erőlködjük, ennyi. Gyere! 2-3! Tavaly januárban Kisvárdán vertelek Szilágyi csapata a mai ellenfelet utoljára egy kupamérkőzésen 31-28-ra. Akkor a meccsek áthelyezése miatt úgy alakult a dolog, hogy egy jó hónapon belül háromszor is találkozott egymással a két csapat. Labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzést ajánlunk Görögország, Magyarország. Ne felejtsék, ez sem, kedves nézőink. Kácsor az időkérés után. Ámori. Kácsor. Igazán megy le a szélre a labda. Szamoránszki viszont jól mutatta magát. 7-es. És Hákumova kimegy. Szúzai Ménti hibája után most Kácsor lövi a büntetőt. Nincs bent. Kordovjecka ezt is kivédi. Hát a támaszkodó lábával. Ez inkább Kácsor Gréta elhibázott hetese volt így. Üres kapuval jönnek természetesen a kisvárdaiak, úgyhogy Revicsová nova látlövő. Gulyaló. Revicsová teszi be, Gulyaló. Kácsor fogta meg. Bocsánat, Hámori volt, és Hámorit kisállítják. Szinte végig a pályán, és elképesztő sokat dolgozik úgy támadásban, mind védekezésben. Nincs oda, hogy kicsit fáradni látszik, nem igazán ülnek már a megoldásai. Ez a második 2 perce. Ennek még az utolsó percekben lehet jelentősége. Ugye Helenbainak is 2 kiállítása, ők ketten szedték össze a váciak eddig összes kiállítását. Nem csoda, hogy ülnek a padon. Revicsová. Nem húzza le, bemegy Arenhart. Lábat ért azonban a labda, és marad a kisvárdaiaknál. Radojevic. Revicsová most lehúzza. Szép ejtést, de kapufára! Abdekova! Nézzük itt, mit reklamáltak. Hát azt, hogy a kisvárdai belül ért hozzá először lábbal. Azt hiszem, hogy okos volt a váci reklamáció. De a labda végül is így igazságot szolgáltatott. Nem tudja átvenni a vezetést a kisvárda, és ezt azért jegyezzük meg, hogy 21-21-nél ehhez volt labdájuk a vendégeknek. Szabad dobás. Gyékmezesek hamarabb fognak kiegészülni, Szamoránszki ejti ki a kezéből. És így most létszámfölényben támadhat a vendégcsapat.
1-0-nál vezettek a szabolcsiak. Hakumova meg 22-21-nél. Nagyon megtorpant a Vác. Itt ez a technikai hiba, a saját lábára ejtette rá Szamoránszki a labdát. És ezzel az átlövés góllal fordítja meg a találkozót a Kisvárda. Hakumova is 4 gólos. Na jár a Váci kiállítás is közben. Hámor jött. Diószegi. Kácsor. Tovább perdül. És Radoszávjev is nem tudta megmenteni. Semmi nem jön most össze támadásban a Vácnak. 2 kihagyott 7-es elpuskázott akciók, eladott labdák sorjában. Az előző 5 gólból 4-et a Kisvárda szerzett. Gulyaló. Nakunová. Radojevic megtorpan. Orbán. Gulyaló. Nem be a fal tért a sűrűbe. Most teszik fel a kezüket a játékvezetők. Gulyaló. Most lövi el kapu fölé. Mámori. De Souza. Blokról. Szerencséje volt, hogy így náluk maradt. Elhamarkodott vállalás volt, de eladják a szöglet után a labdát a Váciak, és roboghat a Kisvárda együttese Radojevic. 2 góllal most vezet először a vendégcsapat, nincs mit tenni, kikéri újabb idejét Szilágyi Zoltán. Gréti marad itt bal kettőben, Karol irányít, a Gréti baloldali 2-es pozíció. Így visszük rájuk a lerohanást. Figyelj ide, nagyon hátul vannak, be kell vállalni egy-két átlövést is. Csináljunk meg egy Veszprém jobb keresztet, jó? Egyelőre most jó volt, a 6-osval maradunk. Ha kapunk belőle egyet, akkor viszont följön akkor nyitottra meg, akkor hogyha kockáztatni kell, de most jó volt itt a 6-os. Ne szórjuk el előre a labdák, a gyerekek, ennyi az egész. Van nagyon sok technikai hiba az elmúlt percekben támadásban a Vác csapatától. Most ez a 2 kihagyott 7-es is igen rosszul jött a hazaiaknak. Így hát nagyon nagy lendületben Vlatko Gyonovics együttese. Elembai jött vissza. Szóza is pályán, irányító poszton támadásban. A belső hármas nagyon sokat játszott ezen a mérkőzésen, nagyon sokat vállaltak magukra. Kicsit elfogyhattak. Kácsor! Be kellett vállalni az átlövést, és ő be is vállalta. Nagyon fontos gól lehet ez még. Átbillenti a Váci csapatot a holtponton. Gulyaló. Radojevic. Megint a keresztekkel próbálnak helyzetet, helyet teremteni a kisvárdaiak. Jó védekezés a beállóval szemben. Radojevic. Hakunová. Túl sok passzuk már nem maradhatott.
sőt, szabálytalanság a vonalon. Moréna volt a vétkes. A Vác egyenlített. Rendkívül izgalmas, fordulatos mérkőzés. Nagyon könnyen lehet, hogy az utolsó pillanatig ilyen lesz. Ez egy rendkívül éles végjáték elé nézünk. Kácsor. Kácsor, most oda tudnak neki ütni. Szabad dobás. Sőt, törölni is kellene. A törlő kislányok most egymással voltak elfoglalva. Figyeltek oda. Ami a szoros végjátékokat illeti, a Kisvárda eddig idegenbeli találkozói játszott kiélezett végjátékban hajrát a Fehérvár és a Debrecen otthonában. Egyaránt döntetlen lett mind a két meccs vége, 23-23 és 27-27. Míg a Váciak egyszer már egy egygólos meccset Siófokon meg tudtak nyerni méghozzá bravúrral, egy szenzációs hajrának köszönhetően. Igaz, az akkori végjáték egyik nagy hőse, Kucora Csengem a és még egy jó fél évig nem segíthet a Vác csapatán. Ez a hetes viszont annál inkább segíthet. De Szóza végzi el megint. Utolsó kettő kimaradt. Ez most nem. Ez most annál fontosabb volt. 23-23. És most Rákko Gyunovics kér időt. Right back. Plus on there. 5 plus. Okay. Isabel. No too much. You need to be on the 11 or 12 meters. Wait pass from other side. Okay. Normal, good timing, and pass to Kerr. You need to finish one against one, okay? Or return pass immediately, okay? And defense, please, more move aside, okay? We need 5 minutes stronger at defense. We can do that. Come on, girls, come on! Öt kemény perc kell védekezésben még. Oldalra kell figyelni elsősorban, mondta a mester, ami a védekezést illeti. Támadásban pedig most egy olyan figura következik majd a Kumola 11-12 méterről lendületből érkezve. Kap lehetőséget. Moréna, Akumova, Klikovac, majdnem eladja a labdát, Gujaló, Kácsor ér bele, marad a két mezeseknél. Klikovac, Kácsort átemeli, már belefújtak. Játékvezetők keze, Gujaló, megvan a váltás, Klikovac, még egy szabad dobás, de Szóza lépett ki rá. Négy passz lehet még, Klikovac, még egy, Orbán futna be, szabálytalanság, fogja a fejét, Gyunovics, hozzáteszem.
középfutta sűrűjében fújták be a szabálytalanságot a játékvezetők, de amúgy is eladták a labdát a kisvárdaiak, szóval nem biztos, hogy most ekkora jelentőséget kell tulajdonítani, mint a vendégmester. Kámori. Kácsor tette vissza nagyon rosszul. Litre vetődik. Orbán. Hakumová. Ott a helyzet. Arenhár! Betakarja a rövidet. Avdekov az itzerénél. És törlés miatt állítják meg a játékvezetők akkor, amikor a váciak akár ellentámadást is indíthattak volna ebből a kipattanóból. Marit Arenhárt nyugalomra intett. 4 perc a meccsből, 23-23. Egyre közelebb járunk ahhoz, hogy egy labdán múljon minden itt a végén. De Souza. Radoszavjevic. Kácsor. Nem merte elvállalni. Hámori fejéről vett tovább a labda. Megint egy hihetetlen hiba Váci részről. Benko. Gól. És a kisvárda lő lerohanás gólt. Könnyű gólt ilyen helyzetben. Labda mellé nyúlt Hámori. A homlokát trafált el a játékszer. Elképesztő hibákat követnek el a váciak. Egy rosszul elvégzett sarokdobás, egy lábra ejtett labda, egy ilyen fejes. Hámori most viszont javít. Nagyon bátran, nagyon erőszakosan, határozottan ment be két védő közé, ahogy szokta. Gujalo. Hakunová. Radojevic vissza. Eltűnik egy védő, Helembai. Morinával csatázik nagyon hevesen Helembai Fanni. A küzdelemben is mosolygós maradt. Gujalo. Megint passzívig játszanak a kisvárdaiak, jó blokk Helembai. És nem adta vissza a labdát Benko, kiküldi 2 percre. Ez nagy fegyelmezetlenség volt most a vendégek játékosától. Itt egy szenzációs blokk. Szabálytalankodik Benko, majd elviszi a labdát, hogy letegye a földre. Ez már több volt a soknál. Az utolsó 2 perchez közelítünk, és megint vezethet a Vác. 21-20-nál volt ilyen utoljára. Szabó visszaérkezett irányítóban. Diószegi megy be mellé. De hetes! Radojevic ugye, aki a kiállított szélsőnek a helyén próbált meg védekezni, belül volt. Ott. Jogos. Akkor még az előzőnél is fontosabb hetes következik. Jön is vissza Horváth Pásztor Bettina. De Souza lövésére. Gól! De hiába jön vissza. Visszaveszi a vezetést a Váci együttes. Nagyszerű mérkőzés, nagyon kemény csata. Óriási küzdelemmel, fordulatokkal. Másfél percen belül. Morena. Hakumová. Klikovác. Szabad dobás, és még egy időkérés. Djanovic is kikéri utolsó idejét.
1 perc 12-vel vége előtt. Immediately change fast or sprint, we need to change. Yours! Right, you will start! On your side! Cross it, okay? And try! Or shoot fast to people! Okay? And defense! Only one defense! Egy jó támadás, egy jó védekezés kell először is sprintben. Gyors mozdulatokkal, gyors közlekedéssel. Lendületből befejezve majd ezt az akciót. Ezt mondta a vendégek montenegrói mestere. Gujalo. Likovac. Nakumovával egy váltás, Kácsor lép ki, Orbán. Cserélték közben a kapusukat a vendégek, és most már úgy látom, nem is megy le Kordovieczka. Ehrenhardt viszont véd, aztán rutinból kiejti maga mögé az alapvonalon túlra a labdát, hogy azzal is elmenjen néhány másodperc. És a Vác közel kerül egy nagy győzelemhez. Hámori. Szabó. Mindenkivel tisztázni kell az ötös figurát. Helembai. Kácsor. Hámori. Megteszi azt a szívességet Moréna, hogy odaüt neki. Ezzel mennek a másodpercek. Kiküldi a lányait a labdát vadászni a vendégmester. Helembai hagyja ki a helyzetet. És vége. Ezzel ér véget a találkozó. Nem volt már idő ellentámadást vezetni. 25-24-re egy kegyetlen mérkőzésen nyerni tud a Váci csapat a Kisvárda ellen. Óriási küzdelemben, óriási csatában, nagy izgalmak és nagy fordulatok után. Hát ez nem akármilyen találkozó volt, elveszíti veretlenségét a Kisvárda gárdája a női KNH ligában. És megint nyer egy egylabdás mérkőzést a Váci ifjú csapat. Igaz, ehhez most azért a veterán Ehrenhardt nagy bravúrja is kellettek a végén. Egy csodálatos találkozót láttuk, bőven van miről beszélni, úgyhogy a főszereplőknek át is adom a szót. Köszönöm a figyelmet. Thank you.